Az idei már a 13. bajai triatlon verseny lesz a sorban. Remélhetőleg a 13-as szám ezúttal szerencsét hoz a mieinknek, és mind a szervezésben, mind pedig a versenypályán remekelnek majd a bajaiak. A központ ismét a Halászparton lesz, ahol a kerékpáros depót is felállítják. Az úszás az idén is az Öbölben lesz, a bringázás az országos polgárőrnap miatt új útvonalon lesz. Így is elég technikás lesz a pálya, ugyanis egy új útvonalat kellett találjunk a bringázásra. Nagyon sok lesz benne a kanyar, de a szövetségnek általában ez kérése, hogy a versenyeken technikás pályákat jelöljünk ki, hogy tudjanak gyakorolni a versenyzők. A kerékpár után a futás a megszokott töltésen lesz, hogy aztán a vízisínpadnál célba is érjenek a sportolók. Az idei sprint országos bajnokságra erős mezőnyt várnak, hiszen többeknek ez a verseny válogató lesz az Európa bajnokságra. Igen, junior Európa bajnokság válogató versenye vagyunk, ami versenyünket követően körülbelül 2 hét múlva lesz lebonyolításra, vagy kerül lebonyolításra, ezért valószínű, hogy oda fogják tenni magukat a juniorok. A szervezők az itt élők türelmét és megértését kérik, hiszen ismét útlezárások lesznek a belváros több pontján. A kordonok mögül azonban bátran lehet hangosan biztatni a versenyzőket.